Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Először is megtekintjük az ő gondolatait, az ő terveit, az itt felül és alul látható. Itt a képen megjelenik az egész világ, az jelentheti azt, hogy most nagyon boldog, a legszívesebben átölelni az egész világot. Amit ez a kártya még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások, esetleg internet kapcsolatok. És itt a nap megvilágít bizonyos témákat, egy új kezdet, ugyan még bizonytalan, hiszen látható, hogy ez a kisfiú itt leesik a lóról, tehát van még bizonytalanság nála. Amit én érzek a képeknél, hogy itt internetről van szó. Lehet, hogy a te oldalad, és ő figyelget téged, látni akar téged így az interneten keresztül. És milyen az ő gondolata, mit érez irántad, az itt látható bal oldalon. Érdekes, hogy mind három képnél a kelyhek jelennek meg, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. Ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeidet. Itt lesz találkozás, lesz közeledés. Ezt tervezi, így érzi. De ott a környezetében megjelenik egy ünnepség, egy vidámság, egy csoport, és itt lesz egy meghívás. Vagy arról van szó, hogy ő tervezi azt, hogy találkozzon veled, hiszen itt van a közeledés, látni akar téged, de nem mondja ki nyíltan, hanem van egy ünnepség, ott megjelenik, és úgy tesz, mintha véletlen lenne ez a találkozás. Persze az is lehet, hogy itt van egy meghívás, és szeretné, hogyha te elkísérnéd őt. Mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy a királynő, és te hozol itt fontos döntéseket, sőt, te szeretnéd azt, ha tisztázódnának bizonyos dolgok. Lesznek változások. Hiszen elhagyjátok az egyik partot, és a csónakkal közeledtek egy új part fele, és ő evez. Te, mint hölgy, hozod a döntéseket, de ő irányítja a dolgokat. Itt van közeledés, türelmetlenség, vagy ő közeledik, és sietteti a dolgokat. Te lehet, hogy még várni szeretnél a döntésekkel, hiszen szeretnél előtte még tisztázni valamit, nem látható még az új part, te viszont szeretnéd tudni, hova akar evezni. Persze ez a férfi lehet egy más férfi is, aki közeledik hozzád, kimutatja a tűz elemét, a bátorságát, a lelkesedését, vagy lehet, hogy kicsit meggondolatlan vagy türelmetlen. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Elmondanám újra a történetet ehhez a kártya csomaghoz. Ez egy orosz lenumált kártya csomag, és két hónapon keresztül Madridban volt a vámosoknál, nem küldték el, hanem felnyitották a csomagot, megvizsgáltak mindent, hogy mi van benne, sőt, küldtek iratokat, amit ki kellett töltenem, visszaküldeni Madridba, mire két hónap után eldöntötték azt, hogy nincs veszély, megkaphatom a kártyacsomagot. És ez a történet hozzám, amit még említettem, de ez Magyarországon nem újdonság, hogy annak idején mi oroszul tanultunk az iskolában, lehet, hogy ez már megváltozott, és nincs orosz tanítás, de most így a kártyák alapján úgy jönnek az emlékek, meg úgy örülök, hogy tudom olvasni, hogy mi van a kártyán, sőt, megértem a szavakat is.
Ja, ennek nagyon örülök, tényleg. És hogy mi a véleményetek erről, vagy hogy tetszett annak idején az iskolában a nyelvtanulás, ezt is leírhatjátok a kommentárba. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Itt kisüt a nap. Itt is a nap látható megvilágít valamit. Tisztázódnak bizonyos dolgok. Ő látni akar téged. Lehet, hogy figyelget az interneten keresztül, hiszen itt az egész világ jelentheti az internet kapcsolatokat is, de azt is jelenthetik a kártyák, hogy el akar utazni veled valahova, mégpedig egy déli országba. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, de utal egy új kezdetre is, vagy az ártatlanságra, és ezek a dolgok fognak itt tisztázódni. Lehet, hogy eddig úgy gondoltad, hogy vannak nála internet kapcsolatok, de a gyermek jelenti az ártatlanságát. Közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami jelenti az érzelmeket, tehát kimutatja az érzelmeit. És itt a kereszt jelenti a hitet ebben, meg a döntéseket is, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és majd elgondolkodtok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt lesznek döntések, ami itt is látható. Amit a kereszt még jelenthet, egy találkozás, hiszen a sors utatok itt kereszteződik. Itt látható egy ünnepség, a vidámság, ez lehet egy csoport, lehet egy meghívás. Itt a virágcsokor jelenti az örömet, egy jó hírt, egy szép kapcsolatot, vagy egy ajándékot. Persze utalhat kreatív tevékenységre is, például zenére vagy táncra. Itt a ravasz róka azt jelentheti, hogy valaki kíváncsi, figyelget benneteket. Lehet, hogy itt, ezen az ünnepségen van valaki ott, ebben a csoportban, aki nagyon kíváncsi, hogy milyen a kapcsolatotok. Itt is újra a kereszt van, mint itt, ami jelenti a találkozást, vagy a döntéseket. Persze a hitet is. Itt látható még a felhő. Milyen érdekes, hogy a német nyelvű felvételen, itt ezen a helyen szintén a felhő volt. Még valami átláthatatlan, nem tudjátok, hogy hova vezet ez a csónak. A felhő jelenthet fél évet is, hogy fél éven belül eléritek a másik partot. Itt látható egy hölgy, és befolyásolja a dolgokat. Lehet, hogy ez a férfi még egy kapcsolatban van, az is lehet, hogy ez a hölgy figyelgeti őt. Én úgy gondolom ennél a jóslásnál, hogy ennél a férfinél nem a lelki társadról van szó, hanem valaki másról. Ez lehet például valaki a családból is, vagy lehet egy munkahelyi kapcsolat. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Itt a park.
jelenti a nyilvánosságot, nagyon sok a virág, ami itt is látható, egy kreatív tevékenység, vagy jelenti a te szépségedet, vagy egy meghívást, egy ajándékot, egy kellemes meglepetést, a nyilvánosságot. De azért légy óvatos, mert itt minden olyan szépnek tűnik, de itt látható a háttérben a ravasz róka, valaki azért figyelget benneteket, vagy irigy rád. A te jelenlegi helyzeted itt a gólya jelenti a változásokat. Valami változik nálad, vagy a hozzáállásod, vagy van egy munkahelyi változás, vagy az ő hozzáállása változik, vagy lesz egy költözködés. És ez volt az általános szerelmi jóslás. Ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint, mint minden jóslásnál. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!